Az állattartóknak nincs hatásuk a gabona, a fehérje hordozó növények, takarmányok árára, így csak áremeléssel lehet kompenzálni a növekvő költségeket. Ezt azonban a kiskereskedők és akár a fogyasztók is nehezen fogadják el. Egy árkövető magatartást tudunk csak felvenni, és az önköltségben azokat a tételeket, amelyeken még lehet spórolni, és lehet esetleg megtakarítani, a hatékonyságot javítani, azokat kell megnézni csak, hogy ez az áremelkedés, ami most bekövetkezett, például, hogy egy konkrétumot is mondjak, tejnél ez elérheti a 10 forintot, tehát egy 10%-os önköltségemelkedés. Sertésnél is 10%-ot elérheti, ami azt jelenti, hogy 40 forint körüli, 35-40 forint körüli áremelkedés kilónként az önköltségben. Úgyhogy ezt már a jelenlegi felvásárlási árakkal nem lehet kigazdálkodni, egyértelműen veszteségbe fordulnak a gazdák, úgy a baromfitartók, mint a tejtermelők és a sertéstartók is. Ezt az állapotot a gazdák néhány hétig bírják, de ha veszteséges termelés hónapokig tart, abba hagyhatják tevékenységüket. A baromfi nevelés esetében ez könnyen újraindítható, a sertésnél már nehezebb, a tejtermelésnél, szarvasmarha tartásnál pedig az a tapasztalat, ha valaki abba hagyja, szinte biztos, hogy nem kezdi újra. A kormány igyekszik az ágazatot segíteni. A magyar kormány döntött év végén, és ezt most januárban hozta nyilvánosságra, hogy a vidékfejlesztési támogatásoknál az eddigi 17,5%-os társfinanszírozást azt 80%-ra emeli. Ez azt jelenti, hogy a következő 7 éves ciklusban mintegy háromszor annyi nemzeti önrészt fog kifizetni, vagy hát pontosabban ennyi támogatást, vidékfejlesztési forrást kapnak a gazdák, vagy áll a gazdák rendelkezésére. A állattartó telep korszerűsítésben is újabb kiírásokra kerül sor áprilisban. Régóta kértük azt, hogy a kisebb beruházásokra is írjanak ki pályázatot, és ez úgy néz ki, hogy meghallgattatott, és a következő hónapokban tudomásunk szerint ki fognak írni kisebb állattartó telep korszerűsítési beruházásokra is pályázatot. Ez azt jelenti, hogy 100 millió forint értékhatárig, tehát támogatási szintig lehet majd pályázni. Ugyanis az előző pályázati körnél 100 millió forint volt az alsó határ. A következő hónapokban még folynak a tárgyalások az Európai Unióval annak érdekében, hogy a hazai állattartók számára még kedvezőbb legyen a támogatási rendszer.